tanulni, fejlődni és egy jó közösség tagjává válni. Ezt a lehetőséget kínálja a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány, mely 25 éve foglalkozik tehetséggondozással, mondta el köszöntőjében Böröc Máté, az alapítvány szekszárdi kirendeltségének vezetője a Pakson tartott nyílt napon. Mai napon azért jöttünk el, hogy a fiatal tehetségprogramot népszerűsítsük a diákjaink körében. Ez azoknak szól, akik az 5. osztályt fogják megkezdeni, és ezt követően felmenő rendszerben tudnak részt venni az oktatásban, illetve az oktatási struktúrában, amelyet a Matthias Corvinus Kollégium kínál. A Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó programjában olyan dolgokkal találkozhatnak a gyerekek, amivel az iskolában nem. Ilyen a robotika, a drónok világa, a pénzügy vagy az egészségügy, illetve az élménybiológia és a természettudományos kísérletek. Augusztus 30-ig van lehetőségük a szülőknek beadni a jelentkezést az online felületen, a fit.mcc.hu/jelentkezés oldalon. Ide egy szülői ajánlást várunk a gyermekről. Szeptemberben lesz egy válogató Szekszárdon, ez alapján 25 gyermek kezdheti majd meg a fiatal tehetségprogramot. Azok a gyerekek, akik szüleikkel ellátogattak a nyílt napra, interaktív foglalkozás részesei is lehettek.